Üdvözöllek újra a Shakespeare darálóban. Láttad már a szkénében, a szikszai rémusz rendezte mag Ha még nem, akkor értemes. Miért? Erről fogok ebben a videóban beszélni. Tarts velem hát! jó Szigszai Rémusz magbetelő adása. Anélkül, hogy nagyon spoilereznék, négy szempontot szeretnék adni a kérdés megválaszolásához. A négy szempont pedig a következő. Szövegkezelés, látványelemek, játékos politikai áthallások, a belső történések a fókuszban, azaz a színészi játék. Kezdjük a szövegkezeléssel. Szikszai három fordítást használ, és ezekből szemezgeti ki a legjobb sorokat, hogy minél érthetőbb, minél szebb legyen a szöveg. A három fordítás Szabó Lőrinc eredetileg 1939-ben készített fordítása, Szabó Steinimre 2001-es és Kállai Géza 2014-es fordításai. A fordítások mellett szerepelnek még vendégszövegek a szövegkönyvben. Például Shakespeare 129. szonettje is elhangzik, továbbá Szikszai Rémusz saját betoldásai is megjelennek a szövegben. Ez utóbbiról a későbbiekben szólok még. Tetszik Szikszai bátor játékossága a szöveggel, amit a mai színházi gyakorlatban mégis mértékletesnek mondanék. A látvány elemek közül kettőt szeretnék említeni, a díszletet és a kosztümöket, amelyek színvilágukban, jelentés rétegeikben nagyon koherensen illeszkednek az előadás világába. A díszlet szépen kiemeli a játékteret az időből, azáltal, hogy inkább minimalista, szimbolikus díszletet ö, láthatunk a játékteret alakító, struktúráló díszletek, több funkciós, hatalmas, gipszből készített téglatestek, amelyek folyamatos mozgatása, drámai erővel kelti a reménytelen, a reménytelen bizontalanság érzetét a skótragédia világában. Ugyanaz az elem, egyszer térelválasztó, máskor hitvesi ágy, Megint máskor a koronázás bizonytalan talapzata. A boszorkányok is első megjelenésükkor erotikus nyögések és sikoltások között törnek utat a gipszen keresztül, majd bújnak elő, születnek a játéktér földi világára. A boszorkányok törte lyukon keresztül jut a színpadra a magbet és felesége is és születik meg ezáltal a gonosz és az emberi között a lélekfacsaró kapcsolat. Különösen erős az a kép, amikor Magbet eltűnik az egyik éppen lefektetett dobozban, hogy aztán egy mozdulattal megforduljon a téglatest, és a nézőközönség felé nyitott oldalában felfedezhessük Magbetet, amint csecsemő pózban belesimul az anyaméhet is megjelenítő gipsz mélyedésébe. A téglatestek fizikai teret struktúráló kettős természete és a világba kódolt bizonytalanság ér érhető tetten, abban is, amikor ugyanaz a díszletelem szolgál az intimitás hitvesi ágyaként a gyilkosság előtt, majd lesz a házastársakat elvárlasztó térelemmé a későbbiekben. A díszlethez hasonlóan a kosztümök is időtlenítenek, kiemelik a cselekményt a történeti időből, és kortalanná varázsolják azt. A harcosok végig stilizált, skótnak is nézhető ruhában vannak, viszont a sorból különlegesen Loki Duncan egyszerre elegáns, modern és skót öltözete, míg Malcolm, a trónörökös, már végig mai drága öltönyt visel, akinek a hatalom birtoklása inkább ön, mint közérdeket tükröz. És a morális kérdések az ő esetében, az ő elméjében szinte már fel sem vetődnek. Izgalmasak a mai politikai áthallások is. Legszembe tűnőbb talán Duncan magyarázata arra, Miért is térnek át a király választásról a primogenitúrára, azaz, hogy a király első szülöttje örökli a trónt? Szembetűnő ez, hiszen Shakespeare 6 plusz 2 fél sorral intézte ezt el, míg szikszai betoldásai révén a beszéd 28 sorra duzzad, és nagyon rezon, rezonál egyfajta autokratikus, látszólag tisztelő nemzeti vallásos beszédmódra, amelynek lényege, hogy a győztes akármit megtehet. A beszéd egyszerre három funkciót tölt be. Először is világosá teszi, ami talán Shakespeare közönségének magától értetődő volt, Mára azonban már egyáltalán nem az. Az az elmagyarázza az átmenetet az új, örökletes királyságba, hogy a jelen közönség is megértse a súlyát Macbeth felháborodásának, hiszen Macbeth nem csak a boszorkányok jóslata miatt számíthatott a trónra, hanem a szokásjog, a tánok tanácsának választása miatt is. Másodszor nyilván egy kis jelen politikai diskurzus kritikájában is összekacson, összekacsinthat a közönséggel a színész. Az összekacsintást minősíti harmadszor az is, hogy nagyon is szekspíri módon a politikai állásfoglalás nem egészen egyértelmű. Mert akik Duncan után jönnek, azaz Macbeth és Malcolm, inkább rosszabbak immorálisabbak, mint jobbak. Ez a komplexitás az, ami az esztétikum határán belül tartja az előadás politikai aspektusát. A látvány elemek és a politikai hangok mellett rendkívülivé teszi az előadást az a bensőségesség, a belső történésekre való koncentrálás, ami igazán jól a szkénében tud működni. Először ugyanis a tatabányai Jászai Mari színházban mutatták be a darabot 2018. októberében, és ez egy kicsit elidegenítettebb tér volt. Majd 2019. januárja óta megy az kénében az előadás. A belső történésekre fókuszáló előadás csak akkor tud jól működni, ha a színészi játék lehetővé teszi ezt. És azt hiszem, ez az egyik erőssége eh, Szigszai magbetjének. Bár minden színész kitesz magáért, és pompásan hozzá karakterüket, akár többet is, most mégiscsak Nagy Pál Gábor magbetjére és Danis Lídia Lady magbetjére szeretnék kitérni. Nagy Pál magbetje nem attól nagy formátumú szereplő, hogy mindenkinél erősebb és jobb, hanem attól, hogy mindenkinél elkeseredettebb, esendőbb. Szépen mutatja ezt a különbséget Magbet és Bankó um, színpadra lépése is, hiszen még az utóbbi átmászik a gipsz testen, addig Magbet azon keresztül bújik elő a színpad világára. Nagypál Magbetjével nem kell azonosulni. Talán nem is lehet szeretni, hiszen ő sem szereti magát, sem az életét, sem semmit. Általa jelenik meg a megtestesült kiszolgáltatottság, rettegés, ami észrevétlenül alakul át, szinte korlátolhatatlan erőszakká. És ezt Lady Magbet csak terelgetni, csatornázni tudja egy darabig. A darab elején a hazaérkező férjét meg, megfürdeti, ráveheti a királygyilkosságra is, ám ennél tovább nem ér akarja. Nagypál sok karizmatikus pillanata közül, talán a legerősebb, amikor nem tudja elmondani a feleségének mi a baja. Hang nélkül tátok, teljes sikertelenséggel rugaszkodik a kimondhatatlan megfogalmazásának perceken keresztül. Ez a frusztrált csend, a bűn kifejezhetetlensége hasonlóan torokszorító akkor is, amikor a gyilkosság után a házastársak csak nézik egymást a díszlet és bűnük határtalan távolságában. De már nincs mit mondani, már nem lehet hoz, szóba hozni semmit, mert a bűn mindent felőrölt. Danis Lídia alakítását szintén külön ki kell emelni. Az ő Lady Magbetje olyan természetességgel tölti be a színpadot, ami szinte elképzelhetetlen helyzetének természetellenessége miatt. Férjéhez hasonlóan ő is a boszorkányok törte gipszjukon keresztül mászik a színpad világába, ám férjétől eltérően egyedül és csupa feketében. Az ő gyásza, fájdalma, elkeseredettsége talán a férjét is felülmúlja. Danis Lidia jelenléte betölti a színpadot, játéka tű pontosan egyezteti össze az ellentétes minőségeket. Hogy ezáltal lépjen ki végül csendes őrületében az időből, halott gyermek porladó testének ringatása, és térből öngyilkossága révén. Mert hogy is Lady Magbetje az öröknő, aki egyszerre minden mindenben akinek játéka, hangja és szövegmondása úgy tölti be a szintér ürességét, hogy szinte másnak nem marad hely. Ám egyszerre a végtelen ürességet is megjelenteni, ami mindennek helyet, ad, helyet biztosítana, ami mindent befogadna akinek léte éppen nem létével azonos. Aki éppen világra születésével az, elfog, az, elfogadhatatlan gyász és fájdalom ürességét hozza a világba. Akinek nagy monológia a teljes önmegsemmisítést teszi szóvá. Érdemes megnézni tehát, a szikszai Rémusz rendezte Magbetet az kénében. Azt gondolom, hogy igen. Egy nagyon kidolgozott, vizuálisan és színészi játékot tekintve pompásan megkomponált előadásról van ugyanis szó. Jó, nem lehet röhögni. Ellazulni az előadáson. Ha viszont valakit érdekel egy olyan előadás, ami minden tekintetben magával ragad, beszippant a maga folytogató, kényelmetlen, erőszakos világába, és gondolkodásra késztet, akkor kárt lenne kihagyni. Menjünk színházba tehát, amint megnyitnak a színházak. Addig is köszönöm szépen a figyelmet, remélem, tetszett ez a videó, és megnézed a következőt is. Addig is lájkold, like és egy kattintással a jobb alsó képre, kövesd a csatornát. Ha észreveiteleid, kérdéseid vannak, mint mindig, most is a kommentben várom őket.